annyira nem lehet ebbe belesérülni, hogy egyből azt érezze, hogy cserélni kell, hiszen nem rúgást kapott a lábára. Eltelt fél perc, és már jönne is vissza. Itt persze egy gólhelyzet, és megvan a szépítő gól. Szécsi. 2-1. És van még hátra 8 perc. Ez azért védelmi hiba volt, maradjunk annyiba. Hiszen pont az a játékos, aki megsérült, itt kapott egy hatalmas rúgást a bokájára, ez kétségtelen, Varga Kevintől. De az ő lába között ment el a labda. Itt. Garba adja be, és itt van, hogy Varga Kevin telibe rúgja tulajdonképpen szegény Puskás Akadémia játékost, Szécsi pedig a hosszú oldalon berúgja.